Rajta! Jól indult a magyar hajó, teljesen együtt mind a hat hajó egység. Figyeljék, tehát alulról a harmadik a kamionjai. Ahogy előre megbeszélték, és ahogy én is értesültem róla, 35-36-os szabályszámmal eveznek. Ha tudnak újítani az utolsó métereken, akkor ezt 38-ra fokozzák. A kettes pályán haladó olasz egység látszik elő, de a magyarok ott vannak még benne a bolyban, és a hatoson nagyon jól húznak az amerikaiak. 500 méteres időket majd természetesen sorra mondom, tehát a képen alulról a harmadik a mi hajónk. Az egyes pályán az NSK hajója már lemaradt a tárnak ebben a részében. Első helyen, mintha a négyesen az NDK Európa-bajnok egysége, a másodikon pedig az egészen felül az amerikaiakat látom, de változatlanul jól versenyben ott vannak a mieink. 250 méter tehettek meg, és az első három helyen ott vannak az első három közt a mieink is, bár az amerikai hajótól egyen lejjebb a svájcia kis versenyben vannak négyen, de hát hiszen még annyi van hátra. A kettes pályán az olaszok, mint egy kicsit leszakadtak volna. Itt most közelről láthatjuk a mieinket, a sötét mess és a piros-fehér síkot jól húzni, fiúk, csak végig írni. Sajnos a nap újra kisütött, és ez bizony nem kellemes, hiszen órák óta aszalódunk a napon, de most nem is ezért kellemetlen, hanem inkább azért, hogy a mieinket zavarhatja. Zavaros a mostani kép, az 500 méteres részidőket még nem tudhatjuk, hiszen majd csak most érkeznek 500 méterhez a hajó. Azt már látom, hogy teljesen együtt halad az NDK és a magyar hajó. Egyelőre nagyszerűen tartják magukat a miei. Húzni fiúk csak erőteljesen. Ez a két kicsi talóka, amit most látnak, a középütt, balról a harmadik helyen a magyar hajó halad. Úgy tűnik, mintha valamelyest vezetne, de az az érzésem, hogy a kamera futott inkább olyan szemtökbe, hogy kicsi csalók a képet ad. Nézzük most már a pályát a kijelölő kis bójákat, vajon ahhoz képest hogyan lehet látni a magyar hajó helyzetét. Teljesen együtt, igen, az NDK és a magyar hajó teljesen együtt, mint egy fél hajóhosszal a kettes hajó az olaszok mögöttük. Egyelőre valamivel, nem sokkal, bár az NDK hajója vezet. Igen, ez a két hajó elhúzott a többiektől, és a kettes olasz hajóegység tart velük. Lejjebb, följebb, pontosabban nem lejjebb, az összesen a svájciak vannak még versenyben, mintha leszakadt volna az amerikai hajó, és teljesen kiesett a versenyből. Itt az alsó pályán, amit látszik, az NSK hajója. Sorra írják ki az 500 méteres időket. Tehát Magyarország 1:33,2, NDK 1:33,5, 500-nál tehát a magyar hajó vezetett 3/10 másodperccel. Tovább, így kell húzni, csak végig írni ezt a 35-36-os szabályszámot, amit előre beígértek, amit előre megfogadtak. Nézzük most, hogy áll a helyzet, a magyarok együtt az NDK-val, 3-4-es. Szinte teljesen együtt, attól függően, hogy mikor melyik húz, az csúszik valamivel előré, de teljesen együtt, 1000 méternél, valamivel, talán egy fél méterrel az NDK hajója van elől, a miénk a másodikak, a harmadik helyen egyen lejjebb az olaszok, a negyediken pedig az ötös pályán húzó svájciak, a hatos pályán az amerikaiak lemaradva, és alul az NSK hajóját már nem is látni a képen. Nagyon följött a túlsó oldalon a svájci hajó is, és itt alul az olaszok is szorongatják a magyar együttes. 100 méter sincs már hátra, ki kell bírni most. Szaporítsuk a csapásszámot, az utolsó méterek vannak hátra, az NDK hajóhozban vezet, a magyarok mint egy két méterrel a második helyen, gyerekek, meg kell most már tartani a második helyet. Szorítsuk, másodikat, nem lehet őket most már azt hiszem utolérni, előttem haladnak el, szoktam hajóhozhoz előnyű bírni még, gyerekek, megvan akkor az ezüstérem, egy hajóhoz az NDK előnye, nekik már csak 10 méter van hátra, a magyarok a második helyen, nem egész egy hajóhoz hátránnyal, 5 méter még ezt a két kapás, egy, megvan! Harmadik Olaszország, negyedik Svájc, ötödik Egyesült Államok. Ez NSK hajó ismét, vagy 10-15 hajóhoz van, nem a rejt van.